2016. március 4-én és 5-én már 5. alkalommal rendezték meg a tehetségnapot a gödöllői Török Ignác gimnáziumban. 5 évvel ezelőtt nyertünk egy pályázatot, és ennek a pályázatnak része volt, hogy szervezünk tehetségnapot. Eleve a tehetségkutatáshoz kapcsolódott ez a pályázat, és mivel ez egy Európai Uniós pályázat volt, ezért egy ilyen kötelező 5 éves fenntartás is hozzátartozott. Azóta is minden évben kell jelentéseket írnunk, hogy hogyan teljesítjük a kötelezettségeinket, de a legfontosabb része ennek a pályázatnak, és a legmaradandóbb része valóban ez a tehetségnap, amit most már 5. éve tartunk, vagy ősszel, vagy tavasszal, hát ahogy be tudjuk illeszteni a éves programunkba. A programok péntek délután pódiumbeszélgetéssel kezdődtek az iskola aulájában. Az első része mindig egy olyan találkozó, egy olyan beszélgetés, ahova volt törökös diákokat hívunk meg, azokat, akik az elmúlt években, évtizedekben valamilyen sikert értek el. Volt már nálunk a Csíkzenekar 2 tagja, valamikori törökös diákok, volt itt Benedek Krisztina, azért ő nem csak Gödöllőn ismert, és mások is, akik művészpályán vagy tudományos pályán sikereket értek el. Az idei évben döntöttünk úgy először, hogy olyan tehetségeket hívunk meg, akikről semmi különlegességet nem lehet fölmutatni, csak éppen teszik a dolgukat, és valamikor törökös diákok voltak. Most 4, ha úgy tetszik, fiatal, valamikori törökös diák volt nálunk. Szekeres Erika, aki Gödöllőn logopédusként dolgozik, közben tanít az ELTE-n is külsős tanárként. Utasi Luca, aki 5 évvel ezelőtt érettségizett, és az alatt, az 5 év alatt, amióta tőlünk elment, már a félvilágot bejárta, bár ez nem egészen a szakmájához kapcsolódik, de szenvedélyévé vált. Oszvári Ádám, aki talán az első olyan diákunk volt, aki nagyon komoly testi fogyatékossággal járt hozzánk, hiszen körülbelül 8-10%-os a látása mindösszesen, illetve dr. Heltai Miklós, aki a SZIÉN, az a Gödöllői Egyetemen egy elég speciális szakterülettel foglalkozik, mert vadbiológus. Ők 4 voltak a vendégeink, ők meséltek a pályájukról, szakmájukról, illetve a pályaválasztásról, és azért a lényeg az volt, hogy sokat beszéljenek az iskolájukról. Pap Marika nénit is sorolhatnám, hozzá pedig egy olyan élmény fűz, most egy kicsit leégettem az igazgatóra. Én írtam a naplót 3. és 4., és azt gondoltam, hogy hát ez nem derül ki, hát nem beszéltünk erről soha. Még nem egyszer fizika órára bejött Marikani, és mondta, hogy Erikám, 1 hete nincs beírva a napló, úgyhogy légy szíves, ezt pótolj. Elnézést. Az adminisztráció akkor is az erős oldal. Igen, ügyesen delegáltam feladatot. És már elévült amúgy is. Igen. Visszagondolva, talán a nyelvtanulásra még nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni, hogyha a picit így olyan kritikus szemmel gondolok vissza a 11 néhány évvel ezelőtti, lassan 20 évvel ezelőtti fenevigyelő magamra. Tehát ez biztos, hogy mondjuk nagyon hasznos minden területen, és tényleg én is csak azt tudnám mondani, hogy elhanyagolni teljesen talán semmit sem szerencsét. Ezt mintem Farkas Balázs bácsi rám is komoly hatással. Ő gipszeltette be a kezemet is, amikor eltört a 2 darab beedzése. Ez egy nagyon komoly pedagógiai mesterfogás volt tőle, amikor a Török Ignác kört mérte kint Mária Mesnyőn. Hát többnyire az elsők között futottam be, és onnan tekintettem végig, ahogy mondta mindenkinek szépen az eredményét, hogy 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.20, nagyon rosszul futottál, és a kezében pont akkor a stopper volt, mint most az enyémben. Az utolsó évben volt, meg itt szétnézek, hogy ő eltéletlenül biztos nincs itt, mert hogy vele kapcsolat is a történet. Akkor ebben az évben csináltam meg a felsőfokú nyelvvizsgámat, és mondtam a tanárunknak, hogy jelentkeztem a nyelvvizsgára. Éppen egy barátnőmmel álltunk ott, aki egyébként később jogász lett és okosabb is, mint én. És így nézett ránk a tanár úr, így nézett a barátnőm, nézett rám, és akkor megszólalt, hogy hát jó, de miért nem inkább Kinga jelentkezett rá. És hát úgy mondtam, hogy jó, köszönöm, értem a támogatást, megértem az erőt.
És aztán sikerült a nyelvvizsgám, amit talán egy nappal a szalagavató előtt tudtam meg, és akkor még nem volt alkalmam találkozni a tanár úrral, és amikor éppen már átöltöztünk nagy fehér ruhába, és hát már akkor is mindig az élelmiszerrel voltam elfoglalva, úgyhogy elindultam megkeresni a büfét, akkor megtaláltam a tanár urat, és akkor nézett rám, hogy na mi van, van már valami hír, de azzal a kedves. És így mondtam neki, hogy jó, igen, tanár úr, tessék, elképzelni meg lett, és akkor abban a pillanatban fogtam, megfogott, és így elkezdett így rázni, hogy hú, hát te vagy a legjobb tanítványom! Szerintem valószínűleg a 10 évre való érzelmi tajdék jött a tanár úrba, és nekem pedig egy ilyen nagyon-nagyon kellemes élmény volt, úgyhogy... Idén először próbálkoztunk egy új módszerrel, hogy a gyerekek választhatnák ki, hogy melyik programra szeretnének menni. Ez egy ilyen számítógépes jelentkeztető program volt, tehát korlátozott volt minden helyszínnek a létszáma. Ha betelt, meg volt a 30 vagy 50 jelentkező, akkor arra a programra más már nem tudott jelentkezni. Így nem kellett a gyerekeket se vezényelni, se vitatkozni velük, hogy neked ide kell menni, vagy oda kell. Önként dönthették el, ha későn választottak, akkor már lehet, hogy nem jutottak be arra a programra, ami nekik a legkedvesebb lett volna. Így körülbelül 80-90 diák jutott a péntek esti beszélgetésre is közönségként. Teljesen esetlegesen, tehát 2-3 osztálytárs választotta, hogy ők ide jönnek, vagy már csak ez a hely maradt nekik. De úgy tűnt, hogy figyeltek, élvezték a beszélgetést, tehát jó közönségként kapcsolódtak a beszélgetéshez. A pódiumbeszélgetés után szerettük volna magunknak, illetve az érdeklődőknek, diákoknak, szülőknek, kollégáknak megmutatni azt, hogy a Török Ignác gimnáziumban nem csak tehetséges tanulók vannak, hanem tehetséges zenészek, versmondók, táncosok, akik ugyan nem itt fejtik ki ezt a tevékenységüket, hiszen az iskolában erre kevés a lehetőség, de egy-egy ilyen alkalommal azért bemutatkoznak, megmutatják magukat, és ennek úgy gondolom, hogy nagy sikere volt tegnap este is. Ha jól számoltam, 17 műsorszám volt, ebben volt népzene, néptánc, versmondás angol nyelven, ami elég ritka, kuriózumnak számít, különböző zenei számok, énekes számok, és a végére maradt egy könnyű zenei blokk, ami azért mindig ott van a diákok világában, ők azért a maguk zenéjét mindig szeretik bemutatni, megmutatni, és ezzel sokan is foglalkoznak. A Tehetségnap szombati programján a tudomány kapta a főszerepet. A gimnázium diákjai 20 helyszínen hallgathattak meg érdekes előadásokat. Az 5., 6., 7. és 8. osztályos tanulók az iskola földszintjén, illetve a tornateremben vehettek részt programokon, a felsőbb osztályosokat pedig az emeleteken várták a különböző foglalkozások, illetve a matematika, informatika, tervezés-formatervezés, természettudományok, művészetek és történelem témákban tartott előadások, melyeknek előadói az iskola jelenlegi és egykori tanulói közül kerültek ki. Hát ma kivételesen később kellett jönni a diákoknak, elég volt 3-4-9-re beérkezniük, 9-től kezdődtek az előadások. Az is igaz viszont, hogy a mai órák azok 60 percesek voltak, bár a 60 percen belül azért 2 vagy 3 kisebb témakört érintettek az előadók. És nagyjából mind a 700 diákunkat megmozgattuk, természetesen hiányzók vannak betegség vagy egyéb okok miatt, de igazából vagy előadóként, vagy hallgatóként, vagy résztvevőként mindenkit bevontunk ebbe a mai programba. Csokonai a Pendel-Bergai vár formája és megvétele című versből idéznek. A Pendel-Bergai vár. A Pendel szó a női alsószoknyát jelenti. Ugye akkoriban nem így nézett még ki a férj, mert a női alsószoknya volt a legalsóbb réteg. Csokonai egy allegóriában leírja, hogy hogyan kell bevenni ezt a várat. Az első verszakot azt látjuk,
Következő, kicsiny volt a kapu, le kellett rontani, de elém még maguk kezdték megbontani. A csatornákat is összevegázoltattuk, vereses vizekkel a földet áztattuk. Már úgy megszűkültem töltésbe, folytásba, hogy csak két golyób is volt a patronásba, de már el is kopván a puskám kovája, végre csütörtöket adott a szerszáma. Ez is az egyik legnagyobb magyar költőnktől keletkezett. Nagyon különleges irodalmi témában tartottál előadást. Mi volt ez? Az irodalom sötét oldalai, tehát minden, ami a mocskos trágárságoktól kezdve a nő ügyeken át, minden olyan témához halad, amelyet nem mutat be az irodalom tankönyvünk, meg nem szoktunk róla beszélni. Úgy gondoltam, hogy cél az, hogy minél jobban megismerjük ezeket az alkotókat, lássuk azt, hogy ők is emberek voltak, akármennyire is tiszteljük őket, és próbáltam azt bemutatni, amit tényleg nincsen leírva az irodalom tankönyvbe, de a célom mégis az volt, nem a megbotránkoztatás, hanem annak a kifejtése, hogy ők is emberek, és mindenkiben megvan a jó és a rossz kettősége. Milyen tapasztalatokat tudtál gyűjteni ebből a mai lehetőségből? Leginkább azt, hogy nem kell félni attól, hogy a diák nem érti meg, ami le van írva. Én hoztam akár trágárversnek is mondható példákat, amelyeket a tanárok is elolvastak, persze részt vettek ebben a kisebb interaktív játékban. Úgy tartottam, hogy igenis érettek a diákok arra, hogy ezt felfogják, megértsék, azonban olyan úgy kell tálalni számukra, amelyet sokszor a tankönyvek nem képesek, hanem csak is az ember, csak is egy jó tanár képes arra, hogy átadja nekik ezt a tudást, és leginkább az életre készüljön fel, arra, hogy egy adiban ne csak a hatalmas költőt lássa, hanem az embert is. Én a földrajz témában tartottam előadást, és én a gödöllői Rákospatak szilháti mellékágának változásairól beszéltem. Hát én ezt a témát, én 2 évvel ezelőtt kezdtem, amikor 10-es voltam, és a földrajz tanárom felajánlotta, hogy egy ilyen előadást csináljak ebbe a témába, és mivel ugye a Rákospatak itt folyik az iskolánk alatt tulajdonképpen 2 méterrel odébb, azért arra gondoltam, hogy akár lehetne erről is tartani. Az összes tanár, aki ennél foglalkozik, az mindig bátorítja a diákokat, hogy csináld nyugodtan, mi segítünk mindenben, és rengetegen vannak, akik különféle kutatásokat végeznek. Úgyhogy szerintem sok lehetőséget ad annak ellenére, hogy nagyon nagy az elvárás, de viszont támogatnak minket ebben teljes mértékben. Teljesen szabad volt a választás, jelentkezni kellett. Ha valamelyik diák úgy gondolta magáról, hogy ő valami témába elmélyült, vagy valamiről szeretne mesélni, beszámolni, vagy fényképeket mutatni, akkor szólt az osztályfőnökének, vagy a szaktanárának, és ennek az egész rendezvénynek volt egy 5 fős csapat, egy tanárcsapat, aki a rendezvény szervezését vállalta, és igazából ők választották ki, illetve ők állították össze a programot, ők egyeztettek a gyerekekkel, hogy milyen technikai eszközökre van szükségük, vagy miről beszélnek, mit szeretnének csinálni, és akkor ebből alakult ki, de teljesen a gyerekek jelentkeztek, nem kellett keresni őket. Itt az információ alapegysége a Quibit, ami nem 0 vagy 1, mint egy normális bit, hanem amielőtt megnézzük, azelőtt 0 is és 1 is, és ezt azzal tudjuk így megmutatni, vagy úgy tudjuk elképzelni, hogy Schrödinger kísérletet azt így, nem tudom, hogy ki hallott róla, azért viszonylag sokan, hogy ugye egy dobozba bezárunk egy macskát, és belerakunk valami olyan dolgot, ami egy idő után megöli, és nem tudjuk mikor. És mielőtt megnézzük, tehát leemeljük a doboz tetejét, azelőtt egyszerre van élő macskánk is, meg halott macskánk is, és ezt csak akkor tudjuk vagy élővé, vagy halottá tenni, hogyha mi azt megnézzük. Mi a titkosításokról beszéltünk, Mondok Milán osztálytársammal, és ez a különböző titkosítási módszerekről szólt a ókortól egészen a mostani titkosítási módszerekig, és egy kicsit a jövőre nézve is volt egy-két dia benne. Az előadó diákok közül többen rendelkeznek iskolán kívüli tanulmányi sikerekkel, komoly tudományos versenyeredményekkel megyei, országos, sőt nemzetközi szinten is. Informatikából a legjobb eredményem az egy alkalmazásfejlesztői versenynek az országos 2. helye, ez is Mondok Milánnal volt egy csapatverseny, de más tárgyakból, például kémiából sokkal többször járok versenyre. Egy eredményt szeretnék innen kiemelni, a tavaly előtt Argentínában voltam, a Nemzetközi Tudományos Diákolimpián, és ott egy ezüstérmet szereztem.
Ezen kívül országos versenyeken is viszonylag jó eredményeket értem el. Most például az OKTV kémia kategóriából, a kémia első kategóriából az első helyen állok a továbbítók között. Ebben a konzervdobozban van benne a keverék, és a tetejét egy magnézium szalag segítségével fogom begyűjteni. Úgyhogy meggyűjtöm a magnézium szalagot, és az ott lejjebb nagy hőt termel, és az indítja el a reakciót. Nagyon sokat versenyeztem, nemzetközi kémia olimpián 2015-ben Magyarországot képviseltem, bronzérmem lett, és emiatt nagyon sokat kísérleteztem, nagyon sokat kellett labor munkát csináljak, mivel a versenyen is volt labor, és erre készültem föl, meg itt helyi versenyeken is sokat laboroztam, meg úgy általában nagyon sokat voltam versenyen. Az iskola erre nagy teret enged nekem, azzal, hogy levizsgázhatok más tantárgyakból. Így például, míg másoknak van 35 órájuk hetente, nekem körülbelül 23 órám van, mert a többiből levizsgáztam, és ez alatt tudok foglalkozni mással, és így rengeteg időm van rá. És rengeteget is rá is fordítok. Megpróbálunk segíteni a gyerekeknek a bennük lévő képességek kibontakozásában. Tehát amiben tudunk, abban segítünk. Amit ők szeretnének és belefér az iskola életébe, azt mi támogatjuk. Mostanában a természettudományok felé fordult a világ, ugye a magyar közoktatás is erre felé fordul inkább, ugye a mérnöki pályák divatosak, és ez megmutatkozik a mi gyerekeinknél is, hogy egyre többen szerepelnek eredményesen, főleg kémiából, de matematikából, fizikából is, meg informatikából is tanulmányi versenyeken, holott a mi iskolánk nem egy természettudományos központ, mi elsősorban a nyelvoktatásra helyezzük a hangsúlyt. De azok a gyerekek, akik valamilyen más téren is több energiát képesek és hajlandók befektetni, azok megkapják a megfelelő támogatást, ami az iskolától telik. A tudományos előadások mellett a diákság megtekinthette a Minta Parlament című történelmi játékot is a 11. osztályos tanulók előadásában, melyben a 19. századi magyar országgyűlést, valamint a Tisza István elleni merényletet mutatták be. Tisztelt ház, tisztelt képviselő urak! Kérem a tisztelt miniszterelnököt, hogy mondja meg, miért nincs az 1867. törvények alapján létező dualizmus a hadseregnél is bevezetve, különösen ami a címzést illeti. Feleljen erre határozottan, hogy tudjuk, mekkora hát az a befolyás, amelyet a miniszterelnök úr a közös hadseregre idehaza gyakorolni képes. Az osztályfőnökünk segített nekünk a felkészülésben, és ő is volt az ötletadó, mivel valamikor elment a parlamentbe egy ilyen továbbképzésre, és egy ilyen konkrét parlamenti helyzetet adtak elő neki, és így jött az ötlet, hogy ezt mi is adjuk elő, így fél osztálya, aki szeretné, az előadhatja. És hát annyira nem volt sok, igazából a felkészülés is eléggé elhúzódott, de ugye egy... Két hét alatt összeraktuk rendesen, egy pártasi óra elmaradt, de össze tudtuk rakni. Szerintem ez így elég kiemelkedő volt, mert az iskolánkban annyira nem jellemző, főleg az osztályunkban, mert hát elég szégyellősek vagyunk, úgyhogy most ez egy nagy dolog volt számunkra is, és hát mindenki félt egy kicsit, de szerintem jól sikerült az előadás. Nagyon sok országgyűlési tudósítást rágtam át, mire megtaláltam a szövegemet, úgyhogy nekem az volt a meglepő, hogy akkoriban mennyit tudtak beszélni az emberek, és milyen szavakat használtak, milyen kifejezéseket, és hogy milyen mély háttértudásuk lehetett, miközben ezeket mondták. És hát számomra ez egy nagyon jó élmény volt, mivel amúgy is szeretek így szerepelni bármilyen darabban, úgyhogy nagyon jó élmény volt, és remélem, hogy majd még valami hasonló jellegű előadással jövőre is készülhetünk. Tisztelt képviselőház! A mai ülés megnyitását ismét sajnálatos incidensek késleltették, amelyekre vonatkozólag rövid jelentést kell tennem a képviselőháznak. Van még itt egy ellenzéki képviselő? Háborít,
Hát részben én szereplője is voltam az egyik tanteremnek, abban a tekintetben, hogy ott egy parlamenti jelenetet adtak elő, egy történelmi jelenetet a diákok, de annak a teremnek a témája a politika volt. Fontosnak tartottuk, hogy főleg az idősebb diákoknak legyen lehetőség egy ilyen témában kicsit elmélyedni, beszélgetni. Ezzel kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy nem nagyon tájékozottak. De mindenképpen azt szerettük volna a felnövekvő diákoknak megmutatni és elmondani, hogy nekik a politikában részt kell venniük. A közélet az mindenkire tartozik. Azon túl, hogy végigültem ezt a szekciót, azért loptam magamnak időt arra, hogy benézzek néhány tanterembe. Ami nagyon fontos volt és meggyőző volt számomra, hogy bárhova nyitottam be, mindenütt folyamatosan és jó színvonalon zajlottak az előadások, és a közönség mindenütt figyelt. Mindegy, hogy 8-osok vagy 12-esek voltak, de látszott az arcokon, a tekinteteken, hogy ott vannak, jelen vannak, értik azt, amiről szó van, és a többségét érdekli is. Nem csak véletlenül van ott, hanem azért választott bizonyos témákat, mert erre volt kíváncsi. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden tekintetben sikeres volt ez a rendezvényünk. A Gödöllői Török Ignác Gimnázium 2016-os tehetségnapján az előadó, fellépő, szervezésben segítő diákok és közreműködő tanárok munkáját egy-egy különleges bögrével köszönte meg az iskola vezetése. Kiírtunk egy pályázatot a gyerekeknek, az iskolai logó, illetve a tehetségnap jelképének a megtervezésére. A 7. ások közül egy Sinka Luca nevű kislány képe nyerte el leginkább a tetszésünket. Ez volt annyira kidolgozott és olyan jól átgondolt kis rajz, amit aztán még egy picit továbbfejlesztett a leányzó, és aztán ez került fel az ajándékbökrékre, illetve ennek a mai vagy idei tehetségnapnak ez lett a jelképe. Most én már itt beszélgettem a gyerekekkel az aulában, nézőkkel is, szereplőkkel is, mind a két oldalról az jött vissza, hogy jó volt, élvezték, tetszett nekik, még azoknak a gyerekeknek is, akik véletlenszerűen kerültek be valamelyik programra, mert ők nem választottak, hanem ahol hely maradt, oda beosztottuk őket. Én a magam részéről szeretném ezt folytatni, bár nagyon nagy energiabefektetést igényel ez a kollégáktól, és nehéz még a rengeteg kötelező munka fölött olyan plusz terheket vállalni, amit egy ilyen tehetségnap megszervezése jelent, de azért utólag mindannyian azt érezzük, hogy megéri. Annyi változtatás biztos lesz, hogy mostantól már nem kötelező. Egy 5 éves kötelezettségünk volt egy pályázat miatt, hogy ezt meg kellett rendezni. Innentől kezdve formában is, tartalomban is bármilyen változtatást csinálhatunk, elnyújthatjuk, több napra lerövidíthetjük, sőt, mondhatom azt is, hogy ha nem akarunk többet ilyet tartani, akkor nem tartunk. Bár a tavalyi tehetségnap után az iskolai diákbizottság készített egy felmérést, kb. 350 gyerek töltötte ki ezeket a különböző kérdőíveket, és abból az jött ki, hogy a gyerekek szeretik. Tehát miattuk érdemes csinálni. Miattunk is, tehát a pedagógus munkának is ez egy olyan plusz öröme, amiért érdemes csinálni, csak nagyon sok energia kell rá. Ha folytatni fogjuk, akkor talán ezen a vonalon érdemes tovább menni, hogy a gyerekeket bevonni és minél több feladatot rájuk bízni.